Ebben a videóban a síborról, azaz a kontaminált vékony bélszindrómáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. A síbor során túlzottan megnő a vékony bélben a baktériumok száma, túl sok lesz belőlük. Legfőbb tünetei a puffadás, a bélgázok, esetleg fájdalom, illetve székrekedés és hasmenés is kialakulhat. A probléma során túlzott erjedés alakul ki a vékony bélben, ez vezet az előbb felsorolt tünetekhez. A gyomrunk pH értéke normál esetben 1-3 közötti kellene legyen, tehát igen savas, majdnem olyan erős, mint a sósav. Ebben a savas környezetben csak nagyon kevés baktériumnak kellene életben maradnia. Ha a gyomrunk nem elég savas, vagy nincs elegendő sav a gyomorban, akkor értelemszerűen nem tudja elpusztítani a baktériumokat, amelyeket ugye az ételekkel fogyasztunk el, tehát egyre több baktérium kerül át a vékony bélbe, mert ugye túlélik a gyomrot. A gyomorsav gyengülését, illetve a gyomorsav szintjének csökkenését okozhatják az antibiotikumok, a gyomorsav csökkentők, a silány minőségű ételek, a túl sok lúgos víz fogyasztása, illetve a túl sok lúgosító étel bevitele, mint például a zöld turmixok, vagy a búzafű. Komoly lúgosító hatása van a stressznek is, tehát ellentétben azzal, amit évtizedek óta súlykol a tömegmédia, hogy az emberek szervezete el van savasodva, ez nem igaz, legalábbis a gyomorra és a vérre vonatkoztatva semmiképpen, mert a rengeteg stressz, aminek ki vagyunk téve, lúgosító hatással van a gyomorra és a vérre is, és pontosan ez áll rengeteg egészségügyi probléma hátterében. Tehát a felsoroltak semlegesítik a gyomorban a savat, hosszú távon a gyomorsav pH értéke lúgos irányba mozdítják el, így átkerül egyre több baktérium a gyomorból a belegbe, ahol szaporodni kezdenek. A síbort okozhatja a túl gyakori étkezés is, mert ha gyakran eszünk a nap során, a vékony bélnek nincs elegendő ideje a korábban elfogyasztott ételt feldolgozni, mert már jön ugye a következő adag étel, amivel foglalkozni kell, tehát nincs elegendő ide a vékony bélnek az ételek hasznosítására. A folyamat következő lépése, hogy ezek a vékony bélben elszaporodó baktériumok elkezdik elfogyasztani az ételeket, amelyeket megeszünk, tehát nem a testünk használja fel őket, hanem nem szívódnak fel a vékony bélen keresztül, hanem ők fogyasztják el, így tápanyaghiány alakulhat ki a szervezetünkben. Ebből fakadóan egy későbbi fázisban rengeteg különféle egészségügyi problémák jelentkezhet, mivel ugye vitaminokat és nyomelemeket is eleszik előlünk. Tehát mikrotápanyaghiányhoz vezethet az állapot. Síbor alakulhat ki még ezen kívül a belegben végrehajtott műtétek után is, mivel kialakulhat egy olyan állapot, hogy a vastagbélből át tudnak vándorolni nagy számban baktériumok a vékony bélbe. Nagyobb az esély a síbó kialakulására idősebb korban, cukorbetegeknél, divertikulitis esetén, de más okok is vezethetnek a probléma megjelenéséhez. Az első fontos lépés síbó esetén, hogy kizárjuk a rostok és a cukrok bevitelét, mivel a baktériumok a belegben rostokkal és cukorral tudnak főként táplálkozni. Tehát ha magas rost, illetve szénhidrát tartalmú ételeket viszünk be, ezekkel tovább erősítjük őket. Ilyenek például ugye a gyümölcsök. Kevés zöldséget együnk, mivel a zöldségeknek is magas a rost tartalma. A magas probiotikum tartalmú ételeket is jobb kizárni egy időre, illetve a probiotikum készítményeket is, mivel ugye a probiotikum az nem más, mint baktérium, így logikusan ebben az állapotban nem előnyös, ha még tovább növeljük a baktériumok számát a vékony bélben. Tehát a rostok és a probiotikumok kizárása egy pár héten keresztül, aztán ha van javulás, fokozatosan vissza lehet őket vezetni. A második megoldási lehetőség az időszakos böjtölés, a 18-22 órán keresztüli nemevés és a 2-6 órán át történő étkezés váltakozó ciklusa. A böjtölünk megadjuk a lehetőséget a szervezetünknek, hogy kitakarítsa a felesleges baktériumokat. Amikor étkezünk, ugye folyamatosan küldjük be az ételt, amelyből a baktériumok energiát tudnak nyerni, tehát tovább szaporodhatnak. Minél hosszabb ideig nem eszünk, ők sem táplálkoznak, legyengülnek, így a testünknek nagyobb eséllyel tudja őket ugye a testünk kivezetni.
Következő lényeges lépés a regenerálódás, az a gyomorsav erősítése. Erre nagyon jó a szüretlen almaecet, illetve a betain hidroklorid és az emésztő enzimek. Ajánlott étkezések előtt, vagy akár étkezések közben is bevinni az emésztőenzimből a kezdeti pár hétben akár többszörös adagokat. Az almaecetet is ihatjuk étkezés előtt, után, vagy a nap során bármikor. Erősen savasítani kell ugye a gyomrot. A savasítást, az enzimek szintjének növelését a gyomorban segíthetjük nyomelemek bevitelével is, mivel az enzimek képződéséhez nyomelemekre van szükség. Itt ajánlanám figyelmetbe a huminikum készítményeket. Említettem ugye az elején, a stressznek is komoly rugosító hatása van, tehát a negyedik lépésben foglalkozzunk a stresszel is, például figyeljünk oda az alvás mennyiségére, próbáljunk meg többet aludni, hogy legyen a testünknek lehetősége a regenerálódásra. A stresszt elsősorban belül kell ugye megoldani, át kell alakítani a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat a környezetünkhöz, illetve a többi emberhez. Hasznos a stressz csökkentéshez az omega-3, főként a DHA, melynek egyik legjobb forrása a tintahalolaj. A Manna Vita webshopból rendelhető kalamári, azaz tintahalolaj, jó még a méhpempő, az aranykolloid, a mákolaj, az asztaxantin és a CBD. Segíthetjük a vékonybélben a baktériumok szintjének kiegyensúlyozását olyan fűszerekkel is, gyógynövényekkel, amelyek fertőtlenítőleg hatnak, ilyenek a fokhagyma, szegfűszeg, az oregano, kakukkfű és mások. Be lehet őket vinni tabletta, kapszula, olaj vagy cseppek formájában is. A fokhagymát ugye ehetjük minden ételhez, nyersen, minél nagyobb mennyiségben. Jó belső fertőtlenítő a fűszereken kívül az ezüstkolloid is, amit egyrészt hagyhatjuk pár percig a szájban, hogy felszívódjon a száj nyálkahártyáján, de le is nyelhetjük. Hasonlóan jó a grapefruit magcsepp, tőzegáfonyalé és az olajfalevél préslé is. A következő, a hatodik fontos lépésben az epesav tartalmú készítmények azok, amelyek a segítségünkre lehetnek még. Kapszula formában tudjuk bevinni őket. Az epesavnak az a feladata többek között, hogy a vékonybélben fellépjen a baktériumokkal szemben. Tehát konkrétan az a feladata, hogy ne engedje túlszaporodni őket. Egy fertőtlenítő vegyületként is működik. Az epesav 95%-ban a vékonybél utolsó szakaszában újra hasznosul. Azért itt, hogy ugye végig a vékonybélben elvégezze a fertőtlenítő feladatát. Tehát a baktériumok számának konkrét csökkentésében segíthet. Az epesav tartalmú készítményeket étkezések előtt 10-20 perccel vegyük be. Mivel ezek a vékonybélben elszaporodott baktériumok nagy mennyiségben fogyasztják el a vasat és a B12-t, érdemes B12 és vas pótlásban is gondolkodni. A nyolcadik és egyben utolsó dolog a regenerálódásunk elősegítésére a hasunk, a beleink masszírozása. A bélmasszázsnak feszültségoldó, tehát stresszoldó hatásai vannak, illetve javít a bélmozgáson. Rásegíthetünk vele a káros baktériumok gyorsabb távozására. Elsősorban itt a jobb alsó területet masszírozzuk. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha értesülni szeretnél a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni. Kattints a piros feliratkozás gombra, ha még nem tetted meg. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.